Sziasztok! Itt vagyok Spanyolországban. Most uh, belvároson vagyok, Pamplona van a szüleimmel, úgyhogy nehéz a helyzet, nem fogok haszotni. Így vagyok már zárva, lakasva két hét óta, és meg minimum plusz két hét kell itt lenni. Tudom, hogy ilyen... Én csak ezt kell csinálni, mi nagyon a főnökek, meg az elnökek, hogy mit mondjak, és akkor nekünk sajnos nagyon sok betegek vannak, és nagyon sok emberek meghaltak, úgyhogy meg kell követni, amit szóljak, mert terleg nehéz a, a helyzet, ez remélem, hogy ha tovább maradunk itthon, meg tovább vigyázzunk magunkat, ez gyors fog eltűnni. És nere kapcsolatban vagy lányokkal a csapatban gondolom, hogy azért beszéltek sokat, hogy bírjátok kézilabda nélkül? Nehéz, <laughs> nem csak kézilabda, hanem sport nélkül, mert sajnos a helyszem nincs sok hely a lágásban. nem kertes haszlakok se, nem, nem, nincs kér, nincs erkei, nincs semmi, úgyhogy a napaliban nekem dolgoznom kell, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, beszélek mindenkivel, Szerintem mindenkinek nehéz, mindenkinek más is a helyzet a saját országba. Például a norvegok, amióta elmentek Magyarországról, Magyarországról itthon vannak, de legalább tudnak menni setelni, meg tudnak futni kint az utcába, mint a franciaok is. Úgyhogy legalább van, aki tud rendezeket de sajnos én csak itthon tudok maradni, úgyhogy nehéz mozdulat nélkül itthon is vagyok, nagyon sokat eszek, mert anya csak főszik, főzik, feszik, és akkor nagyon-nagyon nehéz, de tényleg megpróbálok a legjobb állapotban lenni. Reálisnak tartod azt, hogy júniusban, ahogy az EHF most kiadott egy közleményt, itt lesz kézilabda, és esetleg nemzetközi Final Four tudunk játszani az EF kupába? Mit gondolsz erről a dologról? Én úgy szeretnek játszani, ez a Szehájf. Szerintem nagyon jó döntés volt ez csinálni a Final form, mint a Champions League. Szerintem ez nagyon jó ötlet, mert egy hét végé alatt tud játszani minden, Úgyhogy erre boldog vagyok. Csak szerintem most berákni egy időpont, ez nem, nem nagyon lehetséges, mert nem tudunk mi lesz ebbe a bíróság, Minden országban más a szitu. Mi nagyon korán kezdtünk, a magyarok például most kezdenek, úgyhogy nem tudunk mi lesz majd két hónap után. Sajnos én nem, nem tartok, hogy ez az idepont szerintem nem lehetséges, de remélem, igen erbámer, maraz országok, maraz, uh, hogy ha igen, azért van, mert már az országok, mert az Európa úgy Úgyhogy remélem tudunk játszani ilyen idepont. De sajnos én látom nagyon-nagyon-nagyon korán, de meg kell nézni nem csak a maga az idepont miatt, hanem hogy edzeni nem tudunk se. Úgyhogy hogy fogsz tudni játszani a JHF, ha nem tudunk edzeni? Szerintem például itt eh, Spanyolországban úgy csináltak, hogy, szün eh, hogy eh, szünetben van, ez nem raktak semmi idepont, hanem hetre-hetre mondják, hogy mi lesz, ez hogy áll a szituáció. Szerintem uh -huh. ez okosabb, mert most nehéz verakni valahova. Úgyhogy remélem tudunk játszani, majd június valamikor, vagy esetleg július, ha meg kell játszani is, de a első, ez a szegeseges a szóval ittból úgy veszem ki, hogy nem lennél -e, gondolom csalódott, hogyha különösen egy ilyen jó szezon után a magyar bajnokságot is be tudná fejezni a csapat. Igen, szerintem nagyon sok munka van ebbe a bajnokság, majdnem 8 hónap edzettünk, felkészület, meg meccseket, meg minden, majdnem két-hármos, a Vajnossal megjátszottunk, hogy, hogy egy, ez egy, egy, egy elég nagyon sok meccsek, ez az elég reális már a tavella, mert nagyon sok meccseket volt belőle, úgyhogy szerintem ez egy nehéz dönt, ezt nem fogom mondani, mert soha nem volt ilyen, úgyhogy meg kell tervezni, mit a legfér mindenkinek, de úgy mondom, hogy ha persze lehet játszani Junos végig valami meccseket, akkor ez lenne a legideális, uh, de szerintem ez, ebbe az időben nehéz lesz, úgyhogy uh, ha úgy dönt, döntenek, mert dönteni kell a, a szövetség, de szerintem mondom, a legfeljebb nekem van két opció, ez, hogy úgy marad a tabela, ahol van, mert ahogy van, mert mondom, hogy majdnem a, szerintem a helyet van játszottunk már, de ez a második is, hogy ha esetleg van ez a lehetőség játszani valami meccseket, olyan lehetőség lenne, mint a Franciaországban, hogy van playoff úgy lehetett játszani, hogy akinek volna kiesni, játszanak egymás, négy csapat, mert nem tudom, meg kellett is dönteni hány csapat, négy csapat, egy ilyen Final Four playoff, meg akinek az első egy egy Final Four playoff lenne, fair, ahol lehetett egy lehetőség, hogy megtartunk a pozíció, hogy szerintem ez lenne a legferebb a szituáció. Ugye érintett vagy ő, Nemzetközi szintéren is, pontosabban pont a nemzeti válogatottaddal voltál, amikor ez az egész kirobbant, készültetek az olimpiai selejtezőkre. Mit gondolsz -e erről a döntésről, ami született? Hogyan érint téged, hogy az olimpiát is úgymond elnapolták, pontosabban elévelték? Én úgy mondanak, hogy nagyon-nagyon várok ezt az olimpiát. Mindenki tudja, hogy nekem a cél a válogatottba, ezt menni Tokyo 2020 de én nagyon boldog voltam, amikor eh, letöröltek a, a Olimpia szerint, és meg az Olimpia is, mert mondom az első, nekem ez az egész, egészséges. Amikor én jött Magyarországról, jöttem Spanyolország, ide jöttem, amikor már itt volt a probléma, láttam már, mi ez lenne benne be a koronavírus környék. Ez nagyon-nagyon nehéz volt. Ebbe a héten nagyon aggódtam, mert nagyon nem akartam utazni, már Nálunk kezdtek tűnni a vonaták, meg a repülők, mert tényleg nagyon, nagyon gyors útta eh, ez a vírus. És amikor hallottam, hogy nem lesz előttes, tényleg nagyon örültem, mert mondom, az egészség egész az első, nem csak nekünk, hanem az, a csapatok, akinek kellett idejönni ebbe a szituáció. Úgyhogy eh, én örülök, hogy az olimpiaizmus nem lesz nyáron, mert szerintem mentálisan is eh, nagyon fontos tudni, hogy ebbe a nehéz időszak, amit mindenkinek van, mi itthon tudunk lenni, pihenni, és tudunk vigyázni, tudunk a családra. Ez most ebbe a periódus szerintem ez a legfontos, nem gondolkozni, hogy három hónap után a száz a kell lenni, amikor mondom, nem is tudok futni. A szurkolók tényleg teljesen kivannak éhezve, hogy halljuk itt napi szinten rátok, ha lehet ilyet mondani. Mit üzennél nekik, akik, akik nagyon hiányolnak titeket, lányokat, hogy nem láthatnak? Én eh, csak tudok mondani mindenkinek, hogy légy szíves, maradjatok itthon. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz idő, idő, amit kell vigyázni magunkra. Például persze is mi nagyon hiány, nekünk is nagyon hiányzik csapatba, szurkolók, hangulat, a meccseket. De most ilyen időszak van, amit tényleg csak magunkat kell vigyázni. Úgyhogy úgy küldek nektek nagyon-nagyon sok energiát, nagyon-nagyon sok egészséges, -egés, remelem a legkorabb időszak, amikor mindenki egészséges -egész legyen, találkozunk.